Deltora Quest. Az én nevem Lee. Az a küldetésem, hogy megmentsem Deltorát. Bejártam a legveszélyesebb helyeket, hogy megszerezzem a topázt, a rubint és az opát. Ugyan már, nem gondolod, hogy túlzol egy kicsit? Jázmin! Úgy értem, hányszor kell még megmentenem téged? Én is segítettem. Barda! Fili! Kree! Sose jutottam volna ilyen messzire a barátaim nélkül. De még mindig kell 4 égkő. Következő megálló, a homokdűnék. A kitartás próbája. Ne értsétek félre, de meglepett, hogy mind a hárman eljutottunk idáig. Igen. Tudtam, hogy te bejutsz, de nem gondoltam volna, hogy Jázmin és én is. Mi az? Mi a baj? Ugyan, ne csináld! Mérges vagy, mert nem hittem, hogy bejutsz. Igen, mérges vagyok. De most beszélnünk kell. Gondolkodtam, és most hármunknak összesen van 300 aranya, ugye? Azt hiszem, egy ideig nem kell a pénz miatt aggódnunk. Sokat fog segíteni. Pontosan. Szóval minek harcolunk, ha már úgyis van elég pénzünk? Ez igaz, de tudod, hogy nem léphetünk vissza. Főleg nem most, hogy tovább jutottunk. Jó. Lehet, hogy nem léphetünk vissza, de hagyhatjuk nyerni az ellenfelünket. Semmi pénzért nem veszítek el egy harcot. Ez ellenkezne az elveimmel. Én sem tudnám megtenni. Nem lenne helyes. Nem értelek titeket, főleg téged nem, Mr. Túl kockázatos lenne a küldetésnek. Emlékeztesselek az Orvennek tett ígéretre, hogy sportszerűek leszünk? Ezt most komolyan mondod? Mit érdekel, mit mondott Orven? Ráadásul eddig sem volt túl sportszerű ez a verseny. Nem emlékszel, hogy mi történt tegnap este? Hogy Doom ránk támadt? Nem biztos, hogy ő volt az. De bárki is tette, nem akarja, hogy harcoljunk. Ha úgy teszünk, mintha veszítenénk, megadjuk neki azt, amit akar. Elfelejtettétek, hogy elsősorban miért vagyunk itt? Mi van, ha megsérülünk, és nem folytathatjuk a küldetést az ostobaságotok miatt? Igen, de mégis... Barda! Vajon mióta állt és hallgatózott ott? Még mindig úgy gondolod, hogy holnap direkt veszítsünk? Csak mert én biztos nem fogok. Történjék bármi. Hagyjuk. Nincs értelme veletek beszélni. Gratulálok mindegyiküknek, hogy sikerült bejutniuk. Egyenek, amennyit csak bírnak, és jó pihenést kívánok maguknak estére. Nyámi! Fura, hogy tegnap tele volt ez a hely olyan versenyzőkkel, akik oda akartak jutni, ahol most mi vagyunk. Már túl csöndes. Úgy tűnik, a többiek már elmentek. Igen, nehéz lehet üres zsebbel hazamenni. Hé, hölgyem! Kérek még a méh királynő nektárjából! Ó, hát persze! Tényleg annyira csodásak voltak ma. Glock, Orben úgy bántak az ellenfeleikkel, mint macska az egérrel. Madárka és Derrida pedig olyan gyorsak voltak, hogy senki sem ért hozzájuk. És Ági, megleptél? Tudom, hogy keményen edzettél, teljesen lenyűgöztél. Madárka, nem ettél sokat? Ma valahogy nem vagyok éhes. Ugye nem a délutáni miatt haragszol még mindig? Persze, hogy nem. Miért kéne haragudnom? Nos, vigy el egy kicsit ebből a nektárból. Szükséged lesz egy kis energiára. Gyerünk! Nem, köszi! Figyelnének rám egy kicsit? Csak egy gyors bejelenteni valóm van, mielőtt elmennek a szobáikba. Ma este nálam lesz az összes kulcs, és magam zárom be az ajtókat. Hé, hey, miért szükséges ez? Nos, nem szeretnék a tegnapihoz hasonló esetet. És nem kell aggódniuk. Reggel gyorsan körbe megyek, és kinyitom az ajtókat, miután megszólalt az ébresztő harang. Köszönjük, Brightly anyu. Igazán kedves, hogy így aggódik. A tömeg mindig nagyon izgatott a ritmeri játékok utolsó napján. Rendkívül fontos, hogy nem utassanak majd gyengeséget, és minden erejükkel harcoljanak. Voltak olyan versenyzők, akik nem úgy teljesítettek, ahogy tőlük elvárták. Hm.
Mondjuk, hogy a tömeg nem túl megbocsátó. Egy alkalommal a játék után az egyik döntős rosszul végezte. Nem szeretném, ha ez bármelyikükkel megtörténne, szóval harcolniuk kell. Akkor is, ha az ellenfelük a házastársuk. Vagy a legjobb barátjuk. Nem számít, mert minden erejükkel harcolniuk kell. Jól tennék, ha ezt nem felejtenék el. Na? Igen, igen. Tudom, mire gondol. A tervem nem fog működni. Most már jobban félek a rajongóktól, mint a versenyzőktől. Légy! Lépj már túl rajta! Egyikőtöknek sem esett még le, hogy teljesen szét lesztek verve. Felejtsétek el azokat a rajongókat! Félnetek kéne, mert én leszek az ellenfeletek! Gyerünk már, vesztesek! Egyetek, igyatok, rigadjatok! Mert higgyétek el, ez lesz az utolsó vacsorátok! De nem nekem! Ugyanis holnap lesz a győzelmi vacsora! Valaki túl sok mélykirálynőt ivott! Azt hiszem, itt az ideje, hogy menj és lefeküdj aludni! Mit mondtál? Hallottad! Már is álmodsz, hisz azt hiszed, hogy mindannyiunkat legyőzhet, szóval ehelyett akár aludhatnál is! Menj alukálni, cukorfalat! Most rögtön fejezzék be! Mind keményen dolgoztak, hogy idáig jussanak. Ne kockáztassanak, mert ha az arénán kívül harcolnak, kizárják magukat. Te is kijöttél egy kicsit levegőzni. Jaj, csak a holnapra tudok gondolni. Nem, én csak... Szeretnék kérdezni valamit, Ági. Ági? Igen, mi az? Félsz a holnaptól? Hogy félek-e? Nos, igen, talán egy kicsit. De azt is a szerencsének köszönhetem, hogy idáig eljutottam. Miféle szerencséről beszélsz? Láttalak, tudsz harcolni. De én nem vagyok olyan jó. Kettőnk közül inkább nekem nem kéne itt lennem. Ez nem igaz. Azt se tudom, hogy kell harcolni, csak egy tornász vagyok. De tennem kell valamit a szegény anyámért és testvéreimért. És attól félek, hogy kivel kell majd szembenéznem. Nos, igen, de most már legalább van 100 aranyad, amit anyukádnak adhatsz. Bár csak most rögtön hazamehetnék, de... Ez nem megoldás, igaz? Annyira megijedtem, mikor vacsora közben elkezdtek egymással üvöltözni. Mit kéne csinálnom? Nerida! Megvan! Te jó ember vagy, látom a tekintetedben. Ha bármi történne velem, eljuttatod a jutalmamat az anyukámnak és a testvéreimnek? Ne gondolkodj így, nem lesz bajod. Kérlek, Ági, meg kell ígérned, itt csak is benned bízhatok. Hagyd abba, semmi rossz nem fog... Köszönöm! Megteszed nekem, ugye? Én annyira boldog vagyok. Ilyen! Jó éjszakát! Ági, rád várok, hogy be tudjam zárni az ajtót. Ági... Leaf, min vigyorogsz ennyire? Semmi. Ha holnap egymás ellenfelei leszünk, tényleg harcolnunk kell. Hogy érted? Komolyan? Igen, komolyan mondom. Amikor Delben palotaőr voltam, azt mondták nekünk, hogy egy barátságos párbajban is a legjobbat hozzuk ki magunkból, különben megsérülhetünk. Nem értem. Nem, mintha életre halálra menne, de attól még egy verseny. Igen, érthető. Emlékeztet arra, amit apa mondott. Nincs értelme csinálni valamit, ha nem csinálod jól. Jól van, de akkor sem értem, hogy segítene ez nekünk. Annyira kell ösztönöznünk magunkat, hogy ne számítson, ki ellen kell kiállunk. Szóval bárki is nyerjen holnap, nincs harag, jó? Jól van. Most pedig aludnunk kéne. Jó ét. Jó ét. Vegyenek
esélye 8-1-es. De ne felejtsék el, hogy a barbár kárisztőt tartja a blokk. Kezdjék a játékokat Mély királynő nektárjával. Versenyző elért az előzetesek során. Nincs sok idő a következő. 20 blokkra! Tegyék meg 30 a bonyóra! Derünk! Sziasztok már! Ez olyan izgalmas! Itt jönnek a versenyzői! Most pedig versenyzőink megtudják, hogy kik lesznek az ellenfeleik, és milyen sorrendben fognak versenyezni. Mindegyik harcos fogja meg az egyik kötél végét. Meghúzzák a kötelük végét, és megtudják, ki lesz az ellenfelük. Készen állnak? Az első mérkőzés! Bogyó Doom ellen! Sejtettem, hogy ő lesz az. Második mérkőzés! Joanna Gluck ellen! Ez mókás lesz, ifjú hölgy! Nem kérdéses, végre letörölhetem azt a vigyort az arcodról. Harmadik mérkőzés! Ági Nerida ellen! Negyedik mérkőzés! Madárka Orven ellen! Szerencsés húzás! Csak el ne bízd magad! Nem is tudom, melyik mérkőzést várjam a leginkább. Az egész olyan tökéletes! Most pedig gyorsan kezdjék el a műsort! Rendben, Leaf, itt az idő. Igen. Első mérkőzés Bogyó Doom ellen! Kezdődjék a harc! Na, kész vagy? Igen. Ne, Bogyó! Nem fogsz átverni, tudom, hogy nem a pénz érdekel. Miért vesztegeted itt az időt, amikor van fontosabb dolgod is? Szerintem ez rátok még inkább vonatkozik. Nincs igazam? Te vagy itt a legnagyobb hamis játékos, Mr. Bogyó. Most jól figyelj rám! Elég jó műsort adtunk nekik. Add fel, és sértetlenül folytathatod az utat. Bogyó kiesett a küzdőtérről, a nyertes Doom! Bogyó! Bogyó, jól vagy? Szégyen. Pont ellene nem akartam veszíteni, pláne nem így. Tud valamit rólunk. Nem tudom, hogy mennyit, de arra rájött, hogy hamis neveket használunk. Hogy lehetséges ez? Nem tudom. De egy valami biztos. Úgy tűnik, nagy harci gyakorlata van. Annyira biztos voltam benne, hogy Bogyó kiüti Doomot. De hát nem volt fantasztikus. Két erős férfi a végsőkig küzdött. Bravo! Második mérkőzés! Joanna Gluck ellen! Mellé óriás majom. Milyen aranyos, már becézgetsz is! Csak vigyázz, nehogy ez az óriás majom elkapjon a szőrös kezeivel. Szóval, gyere a pucihoz! Nem
kellett volna ezt tenned. Úgy tűnik, többé nincs fegyvered. Az hogy tetszik? Megölelt az óriás majom. Jó érzés! Johanna! Igen! Gyerünk, Glock! 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 Eresztel, Glock! Már nyertél! Mivel Johanna nem tudja folytatni a győztes Glock! Jól vagy, Johanna? Lenyűgöző volt, imádtam. Habár... szégyen, hogy egy ilyen kellemetlen alak nyer. Hé, Ági, felkészültél, te jössz. Harmadik mérkőzés, Nerida Ági ellen! Tart ilyen sokáig! Ági... annyira félek. Nem tudok ellened harcolni. Én sem. Nem tudnék olyat tenni, amivel bántanálak. Ági... Nerida... védekezz balról, gyorsan! Ha? A tömeg ellenet fordul, ha csalsz! Nem baj. Jobb lesz. Nerida! Ne! Nézd! Megötted van! Mi a... fordulj meg! Balra van! Ha? Gyerünk, Ági! Most jobbra van! Nem látom! Alattad! Mi a... ébresztő! Megint mögötted van! Balra! Alattad! Feletted! Sajnálom, Ági. Szurkolnak? Hol vagyok? Nerida! Örömmel látom, hogy jól vagy. Bada, megnyertem a harcot? Kiütött a pódiumról. Mi? De akkor miért szurkolnak? Ez azt jelenti, hogy Jászmin mérkőzésének vége. Ezek szerint Nerida... nem gondoltam volna, hogy legyőz egy lány. Ja? Nos, megérdemelted. Legközelebb talán nem dőlsz be az ellenfelednek. Vajon Jászmin milyen volt Orven ellen? Ha? Bár azt mondta, hogy nem teszi, kinézem belőle, hogy elveszíti a harcot azért, hogy ne sérüljön meg. Na, emlegetett szamár. Hogy ment? Remélem, jól vagy. Mondd, hogy végül te is úgy végezted, ahogy mi. Elkérjük a pénzünket, elhagyjuk Ritmert, és sértetlenül folytatjuk a küldetésünket. Csak az a baj, hogy én nyertem. Ha? Megnyertem a mérkőzést. Thank you.
valaki tett valamit a versenyzők italába. De mivel Jászmin nem szereti a méh királynő nektárját, bekerült a döntőbe. Vajon legyőzi Doomot? A következő részben Jászmin Doom ellen!